Az akkori Szabolcs Takarék 2011-ben döntött úgy, hogy a megyében egyedülálló kezdeményezésként segíti három fiatal sportoló felkészülését és versenyeztetését. Závadszky Bálint és Bakosi Péter már akkor ott volt a kezdeményezettek között, míg Laskai Íris 3 éve csatlakozott a támogatottakhoz. A három sportoló szerdán írta alá azt a szerződést, amelyet a helyi értékek támogatását és a társadalmi szerepvállalást szem előtt tartva készített el a már új néven működő pénzintézet. Fiatal tehetségeket akartunk támogatni, ez volt az eredendő célunk, és én úgy gondolom, hogy jó választottunk, mert mindhárom sportoló, mondjuk 2 végig benne volt ebben az időszakban a kiemeltek között. Akik kikerültek, azok is fantasztikus teljesítményt mutattak föl. Többek között Fucsovics Márton, ugye, akire nagyon büszkék vagyunk, a legjobb magyar férfi teniszező. Závadszky Bálint az elmúlt évhez hasonlóan idén is 14-15 országban áll majd rajthoz, és mintegy 80 napot tölt el versenyzéssel. Már megvolt az év első 2 versenye, ez a Ciprus Junior Open és egy törökországi verseny, ez mindkettő világranglista pontot adott, és hát szép számmal el is indultam a világranglistán egyre jobban lefelé-lefelé. Most pedig a tanulási a szerep, már versenyekkel együtt, és az évvégi vizsgáim után pedig Európa szerte rengeteg verseny vár rám, valahova még már címvédőként érkezve, valahol pedig rengeteg új versenyre indulok, és ebben az évben pedig már ugye most 17 évesen az U18-as kategóriában fogok indulni, és ezáltal ez nem lesz egy könnyű év, de reméljük hasonló sikerek lesznek, mint a tavalyi évben. A februárban 8. fedettpályás magyar bajnoki címét szerző Bakosi Péter már a szabadtéri szezonra készül. Az első versenyem az valószínűleg májusban fog elkezdődni, de sűrűbben majd júniusban fog elkezdődni. Ahogyan konzultáltunk a jövő megkapcsolatban, mivel ugye most végzek az egyetemen is, utolsó éves hallgató vagyok, államvizsgám van, én remélem, hogy ez június 5-ig le lesz tudva, és akkor utána már csak a versenyre fogok tudni koncentrálni. Az idei nyaram az elég sűrű lesz, mivel lesz egy európai játékok Minskben, egy Universiade Nápolyban, és mellette ugye a csapat Európa-bajnokság az Norvégiában lesz, és a világbajnokság természetesen az pedig Dohában lesz, az majd a nyár vége felé, inkább már ősz, mert szeptember végétől októberbe fog átnyúlni. A harmadik támogató sportoló, az asztali teniszező Laskai Íris korosztályt váltva már ifjúsági versenyzőként készül a hazai és nemzetközi megmérettetésekre.